Tepertő Fesztivál Berekfürdőben, tiszaburai drogdílerek, karácsonyi szeretetdoboz, téli ellenőrzés a boltokban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 7-én 18 óra 5 perckor. A Berekfürdői Tepertő és Pörc Fesztiválra látogatóknak a jó időre és az ételekre sem lehetett panaszuk, hiszen ragyogó napsütésben kóstolhattak malacból készült finomságokat épp úgy, mint karcagi birka pörköltet, miközben a színpadon különböző műsorokat hallgathattak meg. Molnár János polgármester köszöntőjében elmondta, a rendezvény egy kulturális, gasztronómiai seregszemle, melyen a vendégekkel a nagykunsági ízvilágát is megismertetik, másrészt szezonnyújtó rendezvény is. A disznótoros fogásokat, a hagymásfér, toroskáposzta, abáltszalonna, orjaleves megkóstolhatták a jelenlévők, de volt forralt bor, pálinka, sok különleges tea és sütemény, de készült haltepertő és halkolbász és marhalábszár pörkölt is. Egy fesztivál azonban nem múlhat el karcagi birka pörkölt nélkül. Ezt a Karcagi Birka Főzők Egyesületének főzői is biztosították. Sokan szervezők, sokan csinálják, elsősorban a művelődési ház és annak vezetőjén van a nagy teher. Egyre nagyobb és nagyobb, úgyhogy most már kicsit gondban vagyunk a tér méretével, de azért elférünk még. Picit kiszorultunk az útra is. Számomra meglepő, hogy mennyi árus jött, mert a főzőket megszoktuk, de ott is vannak többen. És nyilván a tepertő, pörc, de ennek a nagyobb választéka is, például haltepertőt készítenek, meg halkolbászt is készítenek mellettünk, mint különlegességeket. De megvannak a hagyományos tepertő pörc fesztivál, de Kunságban vagyunk, és a birka az nem maradhat, úgyhogy birka is van, de többnyire valóban a különböző disznóságok, amik készülnek. Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke beszédében szintén arról szólt, mennyire fontosak az ilyen gasztronómiai rendezvények. Berekfürdőnek szüksége is van arra, hogy összefogásban működjön a rendezvény, és arra is szüksége van, hogy mind a nyári szezon, mind az utószezon, mint pedig a téli fesztivál időszaknak az első rendezvénye, a Tepertő és Pörc Fesztivál is, olyan hangulatban zajlódjon le, ami az ide térő vendégeknek évről évre megerősítés arról, hogy Berekfürdő jó kilátogatni az év bármely napján. A Tepertő és Pörc Fesztivál téli fesztivál időszak első rendezvénye, amely az ide érkező vendégeket méltó étel és kulturális kínálattal várja. A rendezvény évről évre népszerűbb. Kinőtt a területet is, ami jelzi, hogy Berekfürdő egyre népszerűbb. Látszik, hogy a rendezvény évről évre népszerűbb, és már a kinőtte a rendelkezésre álló rendezvényteret. Ebből is látszik, hogy Berekfürdő vonzereje évről évre nő, és az ide látogatók magas minőségű szolgáltatásokat találnak, magas színvonalú műsorral találkoznak, és olyan kínálatot, olyan finom gasztronómiai kulináris élvezeteket, amiért évről évre jó ide visszatérni. Ez már hagyomány, ez már rendszer, és az édes fesztivállal egybe öltve az ősz, a késő ősz és a kora tavasz első két olyan rendezvénye, amely Berekfürdő gasztronómiai vonzerejét is tovább növelte. Azt is meg kell említeni, hogy ha már Berekfürdő rendezvény terének a méretét veszük itt alapul, és látjuk, hogy kicsi, akkor én örömmel üdvözöltem Berekfürdőnek azt a szándékát, amit a megyei projektgyűjtések alkalmával a területi és települési operatív program projektjei közé Berekfürdő javasolt, hiszen egy megújult, kibővített rendezvény térrel szeretné gazdagítani, valamint parkolóval és új forgalmi renddel szeretné színesíteni Berekfürdő azt a kínálatot és az ideérkezők kényelmét szolgálni, ami én véleményem szerint nagyon fontos ahhoz, hogy fenntarthatóak legyenek ezek a rendezvények, és mindig be tudják fogadni mindazt az érdeklődőt, mint pedig a szolgáltatókat, az itt ide érkező árusokat és konyhákat ki tudják szolgálni, és a gasztronómiai rendezvényeknek megfelelő, méltó helyszíne és kiszolgálási lehetőség legyen itt Berekfürdő központjában. A megnyitó után dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok a 100 éves Magyar Birkózó Szövetség centenáriumi 10 oklevelét adta át a sportág bereki támogatóinak és szereplőinek. Továbbra is kényszerintézkedés hatálya alatt állnak a tiszaburai gyanúsítottak.
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a karcagi rendőrkapitányság munkatársai a Tisza-Megtó közreműködésével 2021. október 29-én előállítottak egy tiszaburai férfit és egy nőt, akiket kábítószer kereskedelem büntet elkövetése miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozó közlése szerint megalapozott a gyanú arra, hogy a terheltek az otthonukban több személynek mintegy 30 alkalommal értékesítettek kábítószer tartalmazó anyagokat. Az elsődleges igazságügyi vegyész szakértői vélemény szerint a gyanúsítottaktól lefoglalt fehér színű, darabos por kábítószernek minősül. A nyomozó hatóság előterjesztése alapján az illetékes bíróság a 34 éves férfi letartóztatását meghosszabbította, míg a 31 éves nőt bűnügyi felügyelet hatálya alá helyezte. Nagy tiszteletű Koncz Tibor esperessel arról beszélgettünk, hogyan lehet a református egyháznál karácsonyra adományozni a rászorulók részére. Ebben az időszakban valahogy mindig jobban megnyílik a szívünk arra, ami természetesnek kellene lenni, hogy valahol, ha tudunk, akkor segítsünk. Ebben a református egyház élen jár, büszkén mondhatom, egyházmegyei szinten pedig a karcagi gyülekezet jár élen, mondta az esperes, aki reméli sokan fognak bekapcsolódni az idei gyűjtéseikbe is. A karcagi gyülekezet most itt egy jóval tágabb kört érint, hiszen Karcag város lakosságát értem ez alatt, mert újra és újra kellő meghatódottsággal és kellő örömmel tapasztalom, hogy ebben az időszakban nem nagyon figyelünk arra, hogy kinek mi a felekezete, milyen háttérből indul, hiszen a segítségnek nincsen sem felekezeti, sem párt színe, hanem az a jó és a szeretetteljes munka. Éppen ezért most is azzal a bizalommal vagyok, azzal a szent reménnyel, hogy az elindított programjainkra sokan fognak bennünket pártolva bekapcsolódni. Újra megszervezzük az Egy doboz szeretet, egy dobozni szeretet programot. Ez a református szeretet szolgálatnak van egy nagyobb méretű doboza, amiben általában tartós élelmiszer, vagy akár egy kis játék is belefér, azt szokták tenni. Ez nagyjából 5000 forint értéket jelent. A Nyilas Misi program cipős doboznyi ajándékot jelent, amit 14 év alatti gyerekeknek szól. Lehet benne csokoládé, írószer, játék, és rá kell írni a dobozra az életkort és azt is, hogy fiúnak vagy lánynak szóló ajándék van benne. Itt főleg a kisebb gyerekeknek való, tehát még egy olyan doboznyi adomány, amiben benne van a étolajtól, a cukorig, az nyilván egy egész családnak szólhat. De ez speciálisan a gyerekeknek szól, hát olyan 14 éves korig. Ezt még szoktuk is kérni, hogy rá kellene írni a dobozra. Ez azt jelenti egy cipős doboz csokoládéval, valami kis akár írószerrel meg lehet tölteni, és rá is kellene írni, hogy ez milyen korosztályú, illetve mi még ilyen konzervatívak vagyunk, hogy fiúnak vagy lánynak van szánva, és akkor így tudjuk eljutatni. Tehát, hogy ne legyen az, hogy valamelyik családban valaki ne kapjon, vagy valaki kétszer kapjon. Tehát mi ezt szeretnénk megsegíteni. A harmadik program a gyülekezet újítása. A gólyafészek otthon bentlakóinak gyűjtenek. Ez most konkrétan a mi saját gyülekezeti gondolatunk, hogy a gólyafészek otthonnak a kis és meglehetősen nehéz körülmények között bent lakó fiataljait, vagy akár idősebbeket is szeretnénk megajándékozni, hát az ott dolgozókat. Ennek az a rendje, hogy majd meg lesz még jobban hirdetve, tessenek majd figyelni, hogy egy kis doboznyi édességet meg lehet venni, majd lesz egy ilyen vásárunk, és annak az ára nyilván meg lesz határozva a minimális összeg, amit begyűjtünk, abból fogunk majd a bentlakóknak, meg az ott dolgozóknak szeretett csomagokat összeállítani. Ez egy új dolog, és nagyon kérem, hogy csatlakozzanak hozzá. Fontos dolog, hogy dobozokat lehet tőlünk kérni az Egy doboznyi szeretethez, de természetesen ez úgy működik, hogyha valaki egy bevásárló táskányit hoz,
akkor azt mi be tudjuk tenni a dobozba. Ez sokszor azért is hasznos, mert nem mindenki tudja föltölteni az egész dobozt, de például két vagy három egymástól független kedves felajánló tud hozni egy-egy valamennyit a kis táskájában, és akkor azt mi össze szoktuk tenni egy dobozra. Ez nagyságrendileg az elmúlt évben is, meg az elmúlt években összességében 2-3 millió forintot szokott jelenteni. Azt gondolom, hogy ez egy tisztes és egy méltó helytállás. És emellett persze vannak a pénzbeli gyűjtéseink. Most éppen gyűjtöttünk azoknak, akik a Covid-árvák, azoknak is gyűjtöttünk, azoknak is küldtünk, és ez így lesz. Tehát ezt az időszakot mi is szeretnénk úgy kihasználni, és szeretnénk úgy felajánlani lehetőségként, hogy egy kicsit az a sok-sok jó, amit kaptunk, amiért hálásak lehetünk, azt a Jóisten felé fordulva, de a rászorulóknak azt fejezzük ki, és ebben kérem önöknek az együttműködést és a támogatást. Emellett van pénzbeli gyűjtés, most a Covid-árváknak gyűjtöttek, és már el is küldték az adományt, de továbbra is várják a felajánlásokat. December 1-től téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést rendeltek el. Az akció célja, hogy az ünnepeket megelőző időszakban megnövekedett forgalom mellett is biztonságos és jó minőségű élelmiszerek kerüljenek az üzletek polcaira és az otthonokba. Az országos téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal koordinációjával, a megyei kormányhivatalok, járási hivatalok és a NÉBIK szakembereinek közreműködésével zajlik 2021. december 1-je és 31-e között. A koronavírus járvány elleni védekezés időszakában fokozott figyelem hárul az adott létesítményre vonatkozó higiéniai előírások szigorú betartására az élelmiszer előállítók, forgalmazók, beleértve a piacokat és rendezvényeket ellenőrzése során. Az ellenőrök vizsgálják majd például a bevásárló kosarak tisztán tartását és a csomagolatlan pékáru árusításának higiéniai feltételeit is. Az ellenőrzött célterületek között idén is megtalálhatók az ünnepi időszakban kiemelt forgalmat bonyolító élelmiszervállalkozások, mint például a hús és húskészítményeket, az édesipari termékeket előállítók és forgalmazók. A szakemberek az édességek, különösen a szaloncukrok esetében fokozottan figyelik majd a nyomon követhetőséget, a helyes jelölést és a lejárati időt az üzletekben és a piacokon egyaránt. Az élőhal árusító helyeken kiemelten ellenőrzik a halak származását igazoló dokumentumok meglétét. A nem előre csomagolt friss sertés és baromfi húst árusító helyeken vizsgálják a származásra vonatkozó információ feltüntetését. A 200 négyzetmétert meghaladó üzletekben azt is nézik, hogy az adott termék mellé ki van-e téve a származási ország zászlaja. Mintavétellel ellenőrzik többek között a diós és mákos beiglik minőségét, a darált mákot és diót, a kimérve árusított mazsolát és a különféle aszalványokat. Fokozott ellenőrzésre számíthatnak a zöldség gyümölcsárusító helyek, ahol a szezonális termékek, köztük a szelíd gesztenye minőségét és származásának feltüntetését is vizsgálják. Az alkoholos italok közül kiemelt figyelmet kapnak a nagy áruházláncokban forgalmazott importpezsgők, habzó és gyöngyöző borok. Továbbá ellenőrzésre számíthatnak az ünnepi vásárokra és rendezvényekre kitelepült vendéglátók, ahol az árusított ételek mellett górcső alá kerül a forralt bor és a pálinka is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!